A Szombathelyi Egyházmegye kőszegi templom felújítási programja keretében már hónapok óta tart a Szent Jakab templom régészeti kutatása. Sikerült megtalálni annak a korábban itt állt szakrális épületnek a maradványait, amit egy 1289-ben keletkezett írott forrás alapján már ismertek a történészek. Szent Jakab templomnak a hajójában sikerült megfognunk olyan alapfalakat, amelyek valószínűleg ehhez a 13. században épült és ugyanebben az időben elpusztult minorita templomhoz tartoznak. Ez nagyjából 10 méter x 15 méteres nagyságú cákikövekből épített alapfal, ami a templom hajója lehet. A templomban 3 kriptáról tudtak és több sír előkerülésére számítottak a kutatók. Örömteli meglepetés volt, hogy megtalálták az 1685-ben elhunyt Széchy Péter nyughelyét. Már az ásatás kezdetén, amikor eltávolították a járószint feltöltését, 2 elfeledett, befalazott kripta is előkerült. 300 éve nem tudott róluk senki. Van egy kisebbik, ez a déli bejárat alatt van. Ez egy egyszerű, egy sejtű kriptatér, aminek a bejáratát kibontottuk, mármint hogy az elfalazott bejáratot, tehát a kőépítménynek a bejárata látható most. Valamint van egy nagyobbik kripta, ami észak-déli irányban húzódik a karzat előtt, tehát még a hajóban. Mivel egy régóta elzárt teret készültek felnyitni, biztonsági okokból légzsilipet építettek a kripták fölé, hogy az esetleg emberre és műtárgyakra veszélyes kórokozók ne kerüljenek a templom levegőjébe. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakértői speciális védőfelszerelésekkel és eszközökkel készültek a feladatra. Hoztunk magunkkal levegőmintavevő eszközöket, illetve olyan védőfelszereléseket, amelyekkel biztonságosan lemehetünk, megállapíthatjuk, hogy egyáltalán végezhető-e itt régészeti munka, illetve hogy milyen védőfelszerelés, milyen óvintézkedések mellett. Tehát jelenlétünknek most ez a célja, és megpróbáljuk a sírkamrának a nyitásakor az első levegő mintát levenni. Előbb a templom tér levegőjéből vettek mintát, hogy legyen mihez viszonyítani. Réseken a levegő beáramlik, és a behelyezett táptalajra csapódik a levegő, és a táptalajon fognak egy hét alatt kinőni a gombák, illetve baktériumok. Ezeket lehet aztán meghatározni. Előbb a nagyobbik kriptán nyitottak rést, ezen keresztül juttatták be a mintavételi eszközt, majd a kutatók is leereszkedtek a mélybe. Ekkor derült ki, hogy a beszivárgó talajvíz erősen roncsolta a koporsókat és a csontokat, amelyek a tér alján üledéket képeztek. A látottakat fotókkal dokumentálták, és néhány faragványt hoztak felszínre. A templom régészeti kutatása évvégén fejeződik be.